Köszöntöm, aki a Csér Televízió nézi. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 9 mérkőzés játszik február közepéig a Fátum Nyíregyháza. Elkezdte a felkészülés és a jövő héten Törökországba utazik a Spari. 3 bajnoki éremmel zárták az elmúlt évet a nyíregyházi ökölvívók. 7. alkalommal tartott szakmai napot a Megyei Kézilabda Szövetség. A mozgalmas decembert követően ismét sűrű hetek várnak a Fátum Nyíregyháza röplabdázóira. Németh Szabolcs együttese február közepéig 9 mérkőzésen lép pályára. Mi nagyon az év elején vagyunk, úgyhogy beszéltünk egy picit az elmúlt eszendőről, és egy sűrű decemberen vagytok túl. Mennyire vagy elégedett az ott látottakkal, tapasztalatokkal, a meccsekkel? Az egész december lényegében azt mondhatom, hogy sikeres volt, hiszen játszottunk 5 mérkőzést, abból volt értelem szerint 3 hazai fronton rendezett mérkőzés, abból 2 kupa negyed döntő, egy bajnoki mérkőzés, amit azt sikerrel abszolváltunk, így tudtunk bejutni a kupa elődöntőbe, illetve volt 2 bajnokok ligája mérkőzést egy sztár csapata ellen, a világ legjobb csapata ellen, klubcsapata ellen, és ami egy nagyon picit keserűvé teszi a decembert, az, hogy tényleg győzni mentünk Szerbiába, és egy nagyon kiélezett meccsen, bár alul maradtunk, de egy nagyon jó mérkőzés sikerült játszani a hazaiakkal. Hogyha az a mérkőzés megvan, akkor abszolút azt tudom mondani, hogy egy nagyon sikeres decembert zártunk volna. Én annak ellenére azt mondom, hogy elégedett lehetek, mert amit kitűztünk célul hazai fronton, azt abszolváltuk, azon azt szépen hozták a lányok, és így tudunk ráfordulni a januárra. Mindenki tisztában van vele a célokkal, a kitűzött célok azok egyáltalán nem változtak. Jelen pillanatban a bajnokságban második helyen áll a csapat a tabellán, és abszolút készülünk gőzerővel a kupa elődöntőre, tehát amit célul tűztünk ki, azon abszolút mindegyik fronton ott vagyunk a toppon, még a bajnokságban van egy helyezet, akit meg kell előznünk. De én azt mondom, hogy ennek majd áprilisban kell körvonalazódni, és amikor áprilisban mi emeljük magasba majd a trófeát, akkor ezt a decemberi éppen második helyen állást, ezt mindenki szépen el fogja felejteni. Folytatás előtt beszélünk egy picit a változásokról. 2 játékos távozott, 1 érkezett. Mit tette, indokoltál ezeket a cseréket, kik ők, és mit vársz az új játékostól? Ugye kitűztük a célokat, tehát hogy azokat el is kell érni, azokat nem csak kitűzni kell, azokat el is kell érni. A 2 játékosból 1 játékos kérte, hogy hagyj távozzon, mivel nem volt elegendő neki a játékperc, amit a pályán töltött, így a csapat természetesen eleget tett neki a kérésének, hiszen innentől kezdve, hogy a játékos nem érezte megfelelőnek a játékpercet, nem érezte úgy magát, akkor már úgy éreztük, hogy már nem is fog tudni ugyanazokért a célokért dolgozni, illetve a másik játékos pedig nem tudta azt a formát hozni, amit a klub, amit a vezetőség, a stábtagok, meg úgy önmagában az egész nyíregyházi röplabdázás elvárt volna tőle, ezért ott közös megegyezéssel, tehát minden egyes ilyen elvállás az zökkenőmentesen ment, mert az adott játékos is természetesen belátta, hogy nem tud olyan szinten segíteni a csapatnak, amilyen szinten elvártuk volna mi, és akár ő önmagától, ezért új kihívásokat keresett magának, mi pedig gőzerővel keressük a pótlásukat. Viszont egy játékos már érkezett, akár feladó posztra, Nikol Milanova, egy nagyon-nagyon tehetséges, tényleg nagyon jó mentalitású játékosról beszélhetünk, bár még fiatal, én mindig mondom, hogy a kor az csak egy dolog, az csak egy szám, teljesen azt bizonyítja napi szinten, hogy számíthat rá a csapat, és a kitűzött célokat el tudjuk vele majd érni. Az első feladat a kupa döntőbe jutás, a Szent Benedekkel játszható 2 mérkőzés. Milyen meccsekre számítasz, milyen esélyekkel lép majd pályára Nyíregyháza? Bár a tavalyi szezonban más volt egy picit, mert ott 1 mérkőzés volt, idén 2 mérkőzésen dől el, de mindenki látta, hogy azért a kupa elődöntő az már nem egy kis feladat, az már egy nagy feladat, a kupa döntő a cél. Én egy nagyon kiélezett csatára számítok a Balatonfüreddel. Felkészülünk rájuk, a lehető legjobbunkat próbáljuk majd nyújtani azon a mérkőzésen, és én hiszem, hogyha a játékosaink azzal az elánnal és azzal a mentalitással lépnek pályára, ahogy már bizonyították az utolsó Balatonfüred elleni mérkőzésen is akár, akkor sikerrel fogjuk venni ezt a párharcot. Február közepéig 9 meccset játszik a csapat, 3 bajnokok ligája mérkőzésen megtüzdelve. Mi szükséges ahhoz, hogy ezt a menetelést a lehető legjobban tudjátok teljesíteni?
nagyon jó fizikai állapot, és annál jobb mentális állapot. Tehát, hogy a játékosokat próbáljuk folyamatosan felkészíteni fizikálisan, az egy dolog, viszont ezt mentálisan is kell bírniuk. Tehát innentől kezdve már teljesen élesedik a helyzet, innentől kezdve már egy kupa elődöntőt játszunk, ahol már nincs hibázási lehetőség. Onnantól pedig, ha a Bajnokok Ligája mérkőzéseket nézzük, akkor reális esélyünk majd február 15-i zárásnál az UB csapata ellen, a szerb UB csapata ellen lesz, viszont addig rengeteg magyar bajnoki mérkőzésünk van, és hogyha tényleg szeretnénk a rájátszás előtt az élen tanyázni, akkor viszont nincs hibázási lehetőség, nekünk mindenkit meg kell verni, és akkor van esélyünk elfoglalni majd az első helyet az alapszakaszban. Ez a célunk, erre készülünk, viszont ez megvan még spékelve olyan mérkőzésekkel is, mint a Conegliano vagy a Hemikpolis elleni mérkőzés, azokat meg szeretnénk tényleg úgy lejátszani, hogy tanuljunk belőlük, és az előre vigyen minket majd a remélhető kupadöntőre, illetve majd a rájátszásra. Mennyire vagy elégedett az őszi szereplésetekkel? Én úgy gondolom, hogy voltak kisebb-nagyobb hibái a csapatnak, és van még mit fejlődnünk. Nem szabad elkeserednünk, hiszen szerintem ugyanott állunk, ahol a tavalyi évben a második helyen a tabellán. Így kell mennünk tovább, és akár még az első hely is sikerülhet. Milyen a csapategység, milyen az öltözői hangulat? Most ugye két játékos távozott, érkezett egy új. Ezek a változások egy picit mindig azért megkavarják a állóvizet, mint a pálya, mint az öltözőben. Igen, karácsony után két ember is távozott a csapatból, egy viszont érkezett. Úgy gondolom, hogy ezt a csapat egész jól kezeli, hiszen profi játékosok vagyunk, nem szabad, hogy ez nagyon megingasson minket fejbe. Próbáljuk beilleszteni az új játékost a csapatunkba, és szerintem egész jól sikerül ez. A Bajnokok Ligája a legmagasabb szint klubszinten ebben a sportágban. Milyen élmény volt pályára lépni ezeken a meccseken? Én nagyon örültem neki. És szerintem az egész csapat nevében mondhatom, hogy ezek szerintem egy nagyon jó mérkőzések voltak számunkra. Sok tanulságot vonhatunk le belőle, és úgy gondolom, hogy azért hazai pályán még a más csapatokat is meg tudunk szorongatni. Nagyon sűrű hetek, hónapok előtt álltok. Ugye említettem, Magyar Kupa, Magyar Bajnokság, Bajnokok Ligája. Fel vagytok készülve mentálisan, fizikálisan ezekre a hetekre, hónapokra? Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát, hogy volt egy kis szabadidőnk is, kicsit a családdal tudtunk lenni, kicsit pihenni is tudtunk, de ezért két ünnep között megnyomtuk azt a pár napot, hogy tényleg fizikálisan és mentálisan is ott legyünk, ahol most kell lennünk. Elkezdte a felkészülést a Nyíregyháza Spartakusz. Feszkó Tamás együttes a jövő héten 10 napos törökországi edzőtáborba utazik. A január 30-ai nyitófordulóban a Tisza Kecskét fogadja a Spari. 3 hét pihenőnk volt, ebből 2 hét aktív pihenő volt, és a múlt héten már dolgoztak a játékosok, hiszen minden napra volt futóprogramjuk, amit becsületesen meg is csináltak, hiszen a tegnap edzésen ezt már láttuk. Egy hónap múlva már bajnoki mérkőzésen fogunk pályalépni, tehát nincs hosszú idő arra, hogy nincs hosszú felkészülési időszak. Inkább az fontos, hogy most, amíg 10 napig itthon vagyunk, addig egy kicsit a fizikális részre helyezzük a hangsúlyt, majd Törökországban, ahol jó minőségi pályákon lehet és jobb időjárási körülmények között dolgozni, ott pedig majd inkább a taktikai dolgok fognak előtérbe kerülni. Ősszel néha kényszerűségből is több fiatal felkerült az első csapat keretéhez, mennyire számítottok rájuk a folytatásban? Igen, ősszel ugye a Nagy Gergő és a Stankó Dávid már a felnőtt csapathoz tartoztak, és tartoznak most is. Most pedig ugye a Tagai Andris és a Torkos Máté is elkezdte velünk a felkészülést, hiszen olyan jó teljesítményt jutottak a megyes csapatba, hogy ez előrevetítette azt, hogy nálunk kezdjenek, valamint a Ignéci Martint visszaigazoltuk a MTK-tól. A cél volt az, hogy az elmúlt években a más akadémiákra elkerülő fiatal tehetséges játékosaink közül próbáltunk többet is visszacsábítani. Reméljük, hogy előbb-utóbb ez még csalogatóbb lesz a Spari, és még több fiatal fog visszatérni hozzánk. 10 napig leszek Törökországban, hány meccset játszottok, és mi lesz a cél azokon a meccseken? Ugye a cél az, hogy mindenki 90 percet tudjon játszani, tehát így mindenkinek két 90 perc lesz a lábában, hiszen hogy hazajövünk után már nincs lehetőség arra, hogy itthon edzőmérkőzést tudunk játszani, hanem ott a következő itt már a bajnoki mérkőzés lesz.
Mi az, amit mindenképp szeretné, ha előrelépne a csapat a összemutatott játékhoz képest? Sokkal agresszívebb játékot várnánk, és a támadó harmadban sokkal pontosabb játékot, hiszen a utolsó mérkőzésen kevés helyzetet alakítottunk ki felátvédekezés ellen, és ugye a legtöbb csapat azért a felátvédelme ellen játszik ellenünk, úgyhogy cél az, hogy ezt belülre tudjunk lépni, és tényleg minél több gólt tudjunk szerezni, valamint minél több győztes mérkőzésen legyünk túl. Helyezésben vagy pontszámban gondolkodsz a hátralévő, ugye egy fordulót már lejátszottatok tavazó hátralévő 18 mérkőzésen? Hát minden, a pontszáma fontos, hogyha a pontszám fog jönni, akkor az pedig helyezésben is meg kell mutatkozzon. Későn fejeződött be az őszi szezon, nem is nagyon volt idő az értékelés, azóta eltelt egy kis idő, gondolom, levontátok a tanulságokat, mire jutottatok? A csapat a felkészülés után nyáron úgy kezdte a szezont, ahogy elvártuk. Ott nem feltétlenül szakmai okok miatt történt egy váltás, és onnantól kezdve nem azt teljesítette a csapat, amire vártunk, úgyhogy itt az idő arra, hogy a szakmai stáb megmutassa a téli felkészülésnél, hogy mire is képes ez a csapat, és ugyanazt várjuk el a játékosoktól is, hogy többet mutassanak a tavaszi szezonban, és bízunk abban, hogy ez a pályán is meg fog mutatkozni. Téli időszakban általában kevesebb a játékos mozgás mindenütt, mint nyáron. Itt a Szfali nem ilyen változásokra lehet számítani, mi az, ami már realizálódott ezekből. Úgy láttuk, hogy az előző szezonban, a 2020-21-esben stabil volt a védelem, ami most ősszel nem működött, úgyhogy a védelemben mindenféleképpen érkezik erősítés. Egy saját nevelésű játékosunk az MTK-tól visszaigazol, Ignéci Martin, a támadósort is erősítettük a taktikai okok miatt, és továbbra is még egy-két játékos várható a védelembe. Van-e kitűzve helyezést vagy pontszámot illetően cél a tavaszi szezonra? Szeretnénk tartani a kitűzött célt, amit a nyáron is kitűztünk, ez a harmadiktól a hatodik helyig, és szeretnénk azt, hogyha stabilizálnánk a csapatot, és ez a pályán főként megmutatkozna a tavaszi szezonban. December közepén még bajnoki meccset játszottatok, január 3-án már megvolt az év első edzése. Mire volt elég ez a bő két hétnyi pihenő? Az igazából nem volt bő két hét, mert menet közben ugye megkaptuk a egyéni edzésterveket, kinek mit kell csinálni, és ugye azt szépen fokozatosan betartotta mindenki és elvégezte, és ilyen január 3-án meg ugye együtt találkozott a társaság. Az őszi teljesítménnyel alig ha vagytok elégedettek, ti játékosok sem. Milyen tavasz leszámít, azt mi kell ahhoz, hogy jobban szerepeljen a csapat? Igen, az ősszel azt mondom, hogy jól kezdtünk, utána jött egy erőteljes hullámvölgy, nem vagyunk mi se elégedettek, szeretnénk ezen javítani. Egy hasonló olyan tavasz szeretnénk, ahogy milyen ősszel kezdtünk. Azt nyilván végigvinni egész tavasszal. Milyen a kohézió egyébként, milyen a társaság a pályán kívül? Nagyon jó a csapat egység, tehát igazából a kohézió az megvan. Mindenki azt gondolom, hogy számít a társa. Nyilván valamikor nem úgy sikerülnek dolgok mérkőzés között, de próbáljuk egymást kisegíteni és jobbá tenni a mérkőzést. Azt mondják, hogy tavasszal nehezebben adják a pontokat, jobban meg kell küzdeni minden győzelemért. Te a mezőny ismeretében milyen tavaszra számítasz? Az őse volt könnyű, ez a tavasz így van, tehát az még nehezebb lesz. Bízunk egy jó rajtba, és akkor azt meglovagolni egészen a szezon végéig. Eredményes éve zártak a Nyíregyházi ökölvívók, minden világversenyen volt indulója az NVSC Big Boxingnak. A decemberi felnőtt országos bajnokságon egy arany és két ezüstérmet szereztek Nagy Lajos tanítványai. A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség és az Európai Szövetség is mindent megtett azért, hogy ne maradjanak el a versenyek, buborékrendszerben, de megrendezték. Így itthon is az Éva Bocskai emlékversennyel kezdődött, ahol ugye versenyzőnk Kovács Ricsi meg is nyerte a tornát egyedüli magyarként. Aztán az IFIK-kel én is érintett voltam, mint keretedző, illetve két versenyzőnk is részt vett az áprilisi világbajnokságon. A Beri Kevin a későbbi ezüstérmestől nagyon szoros meccsen veszített. Azután következő nemzetközi verseny volt junior Európa-bajnokság Tbiliszibe, ahol a Kis Sanyi képviselte egyesületünket, Serdülő Európa-bajnokság, ahol a Petrimán Patricia bronzéremmel tért haza, aztán ifjúsági OB, Beri Kevin aranyérmes, Petrimán Milán ezüst, Petrimán Patrik bronzérem, így Kevin kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra, Budván voltunk, és ott ötödik helyen végzett, az Európa-bajnok ezüstérmestől kapott ki, és azután jött Kovács Ricsinek a világbajnokság, tehát minden korosztályban volt nemzetközi EBVB résztvevőnk.
A Ricsi pedig ugye a mexikói legyőzése után a 16 között végzett a VB-n. A múlt hét végén lett vége a serdülő junior OB-nak, ahol Petrimán Patricia aranyérem, Kis Sanyi ezüstérem, Varga Rebeka bronzérem, úgyhogy nem volt unalmas az év, annak ellenére, hogy lezárások voltak, vannak. Még nem készült el, gondolom, nem is készülhetett el a rangsor, de ezekkel az eredményeken nagyjából vá lehet helyezni az NVSC Big Boxingot a hazai egyesületek mezőnyében. Tényleg nem tudok még satszolni sem, mert igazán mindig egy picit változnak a kritériumok, nem mindig egyformán adják a pontszámokat. Nagyon sok verseny volt, nagyon sok korosztály, lányok, fiúk, tehát sok egyesület azért érintett rajtunk kívül is. Remélem, hogy hasonló, talán igazán tavalyit sem tudom pontosan, talán 12-ek voltunk, én úgy gondolom, hogy ugye 15-ben benne kell legyünk az idén is, de megmondom, hogy ez engem nem érdekel, ez egyéni sportág, az egyéni eredmények érdekelnek kizárólag. Kovács is megnyert a bocskai emlékversenyt, ami a mezőny erősségét ismerve mindenképpen egy nagyszerű fegyvertény. Mire van szükség ahhoz, hogy előre lépjen, és esetleg egy Európa-bajnokságon, világbajnokságon kerülhessen az érem közelébe? Sok munkára van szükség elsősorban. Ricsibe benne van a nemzetközi eredmény is. Lényeges, hogy akkor aznap milyen lábbal kell fel, de ezek ilyen általános dolgok, de tényleg nüanszokon múlott, tehát a világbajnokságon alig volt idő előtti mérkőzés, 1-2, minden mérkőzés nagyon szoros volt, nagyon kiegyenlített a nemzetközi mezőny. Dolgozunk technikailag is, taktikailag is, kellenek a külföldi megmérettetések, Ricsinek is, az utánpótlásnak is, és akkor előbb-utóbb fog jönni az eredmény. Tehát amit még a bocskaival kapcsolatban, tehát ugye az idén megnyerte a bocskait, a tavaly ezüstérmes volt, de például a tavaly elődöntőben megverte azt a franciát, aki most 60 kilóba világbajnok lett. Az idei bocskai döntőben megvert egy grúz srácot, a Lasa Gurulit, aki egy súlya feljebb most a VB-n bronzérmes lett. Tehát mondhatjuk, hogy az élvonalban van. Tényleg nagyon pici nüanszokon múlnak már a dolgok. A 2021-es évet az ökölvívóknál a Győrben megrendezett felnőtt országos bajnokság zárta. A nyíregyházi indulók közül Kovács Rihárd aranyérmet szerzett a 63,5 kg-os súlycsoportban, a 67 kg-os Petrimán Patrik és a 86 kg-os súlycsoportban induló Beri Kevin pedig a dobogó második fokára állhatott fel. Hetedik alkalommal rendezett szakmai napot a Megyei Kézilabda Szövetség. Az eseményen szó esett a múltról és a jövőről is. Speciális a helyzet a Megyei Kézilabda Szövetségnek, nem csak nekünk egyébként, hanem úgy általában minden sportágban föl kell készülnek ezekre a változásokra, amit mondjuk a vírus helyzet eredményezett. Sikeresnek mondható egyébként az őszi szezonunk, hiszen le tudott zajlódni úgy az őszi bajnokság, hogy nem maradtak el mérkőzések. Annak ellenére, hogy egyébként voltak olyan COVID-fertőzött csapatok, akik nem tudták vállalni a szereplést, ennek ellenére azt mondom, hogy sikeres volt. Most a szakmai napon ezeket is értékelték, már nyilván gondolom a jövőről is szó volt. Mik azok a dolgok, amik szóba kerültek? A Megyei Kézilabda Szövetség minden évben nagyon fontosnak tartja azt, hogy megtartsa ezt a szakmai napot. Ez már immáron a hetedik szakmai napunk, ugyanis a szakmai képzés az elengedhetetlen feltétele mind a játékvezetőknek, mind a versenybírói képzéseknek. Ilyenkor összegezzük azokat a problémákat, fejlesztenénk kívánott területeket, amelyeken szeretnénk egy kicsit jobb teljesítményt nyújtani, és esetleg felvázoljuk azt, hogy a jövőben milyen helyzetek állhatnak elő számunkra. Melyek ezek a területek, lehet egy-kettőről tudni, amiben esetleg most is javaslatok érkeznek, hogy lenne mit javítani, tegyük fel. Két olyan előadás is volt, amit szeretnék kiemelni. Az egyik a játékvezetői bizottság elnöke tartotta, a másikat pedig a versenyigazgató úr. Mindez a két terület szükséges ahhoz, hogy sikeresek lehessünk egyébként így a versenyszervezés területén. Játékvezetői szempontból nekünk az utánpótlás képzés az egyik legfontosabb területünk, hiszen a Magyar Kézilabda Szövetség azt várja el tőlünk, hogy folyamatos képzéseket minden évben folytassunk. És itt a Megyei Kézilabda Szövetségben indult egy JAM program nevezetű utánpótlás játékvezetői mentor program, ahol idősebb játékvezetők tapasztalataikkal próbálják felvértezni a fiatal játékvezetőket.
Egyébként milyen érdeklődés figyelhető meg a kézilabda iránt mondjuk itt a megyében? Mennyi gyerek érdeklődik, vagy változás figyelhető-e meg, hogy esetleg évről évre egyre többen választják ezt a sportágat? A megyei kézilabda szövetségünk szerencsés helyzetben van, a harmadik legnagyobb utánpótlás bázissal rendelkezik az országban, ezért tartjuk azt fontosnak egyébként, hogy megszólítsuk a fiatalokat, hogy vannak olyan szegmensek is egyébként a kézilabdában, ami nem csak a játékosként tudnak szerepelni, hanem akár később játékvezetőként vagy versenybíróként. Szeretnénk nekik egy olyan jövőképet mutatni, ahol akár nemzetközi szintére is ki tudnak jutni, és életre szóló tapasztalatokat, élményeket tudnak szerezni. Az őszi szezonnál említetted, hogyha kicsit végigmegyünk az egész éven, melyek voltak azok a nagyobb sportesemények, amik szervezésében részt kellett venni. Mi jellemezte ezt az egész évet? Mik voltak azok a tapasztalatok, amikből tanulni lehet a jövőben is? Az őszi szezonhoz tartozik nekünk a strand kézilabda, amit szeretnénk népszeresíteni egyébként a megyében. Ezt minden évben meg fogjuk most már szervezni, hiszen nem sokára ebből egyébként lehet, hogy egy olyan magasabb rangos világesemény lesz, ahol ez a korosztály, amit a megyében nagy számban szerepel, részt tud venni. Úgyhogy ez, amit augusztusban megszerveztünk, ez már mindenféleképpen az őszi szezonhoz sorolandó. Az őszi szezonban nekünk nagyon jó volt, hogy a gyerekbajnokságok, a megyei bajnokságok zavartalanul le tudtak zajlani, amit nagyon sajnálunk, hogy a kerekesszékes és a csörgőlabda rendezvényeinket nem tudtuk megszervezni, ez a korlátozó intézkedések miatt van, hiszen az iskolákban már nem tudunk olyan könnyen bejutni, de nem adtuk fel, jövőre biztos, hogy meg fogjuk szervezni ezeket is. Szeretnénk bevonni egyébként ugyanúgy a sport, a megyei sportéletbe ezeket a szegmenseket is, és azokat a sportolókat is támogatni, akik esetleg hátránnyal indulnak az életbe. És kicsit beszéltünk még az ősz előtti időszakról, hogy nyáron, tavasszal mik voltak azok az események, amik említést érdemelnek így az év végén. Olyan versenynaptárunk van egyébként, ami elindul a Junior kupával, és ez a Junior kupa, ezt 5.-6. éve rendezzük meg, egyetlen évben elmaradt ugyanúgy a Covid intézkedések miatt, hiszen ez egy nemzetközi jellegű kupa volt, és a határok lezárása miatt külföldről már nem tudtak sportolók érkezni. Ennek ellenére ebbe az évben megszerveztük úgy, hogy a külföldi sportolók nélkül csak magyarországi játékengedélye rendelkező sportolók részére mindig nagy siker övezi, nagyon szeretik a csapatok, mindig kérdezik és előre jelentkeznek, hogy részt tudjanak venni ezen a Junior kupán. Ezután pedig folyamatosan januárban elindul a Jump program, és ezt most már kibővítettük egy versenybírói képzéssel, úgyhogy folyamatosan lehetőséget biztosít a TAO-n keresztül egyébként, hogy nem csak játékvezető, hanem versenybírói képzést is tudunk a játékvezetőknek nyújtani. Innovatív módon bevezettük most már az online képzést. A Covid helyzet rászorított bennünket, hogy nem csak a személyes találkozásokra alapozunk, hanem online módon is próbáljuk elérni a játékvezetők versenybírókat, ami nekünk nagy segítség volt az elmúlt időszakban, és ezek után pedig tavasszal szerettük volna a kerekesszékes bajnokságot, vagy hát inkább egy ilyen kupát rendezni, ami nem sikerült. Át akartuk őszre egyébként ütemezni, most ősszel újra megjelent ugyan a hullám, ami miatt ezt nem tudtuk megrendezni, és hát bizonytalan egy kicsit a jövő az 5. hullám miatt, de azt gondoljuk, hogy előbb-utóbb vége fog ennek az időszaknak, be fog fejeződni, és mi már újra vissza tudunk a hagyományos rendszerhez térni. Hogyha már szóba került a jövő, a bajnokságok tekintetében valami terben van-e, van valami változás jövőre esetleg, vagy a hagyományos bajnokságok ugyanúgy meg lesznek tartva? Nagyon felkészült egyébként a Magyar Kézilabda Szövetség, levonva a konzekvenciákat, következtetéseket az elmúlt időszakból. Minden az lesz a cél, hogy be tudjuk fejezni a bajnokságokat, erre A és B terv is van, úgyhogy azt gondolom, hogy ez zavartalan fog lezajlani. Hát most az egész ország ugye az Európa bajnokságban ég, úgyhogy a januári program ezt fogja meghatározni szerintem minden magyar kézilabda szimpatizásnak az életét. Februárban szeretnénk a Junior kupát megszervezni, február első hetére, vagy január utolsó hete, de mindenféleképpen az Európa bajnokság után. Úgyhogy ez most a legfőbb célja egyébként a Megyei Kézilabda Szövetségnek, hogy újra meg tudjuk szervezni. Ennyi fért a mai sportszeretbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!